Egy kisfilm mutatta be azt, hogyan bővült az Audi motorfejlesztő központja két év alatt. Thomas Faustmann elmondta, hogy a 2013. novemberében kezdődött fejlesztéssel újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalat. Az innováció és a haladás az elmúlt években összefort az Audival, ezért nem véletlen, hogy hosszú távon bővítjük a győri telephely kompetenciáit. A versenyképesség folyamatos erősítése a győri motor és járműgyártásban a vállalat alapvető stratégiája. Ezért van jelentősége, hogy az eddigi épület megduplázásával 1600 négyzetméterre bővült a motorfejlesztő központ, emelte ki az ügyvezető igazgató. A Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete kiemelte, hogy az a sikertörténet, ami több mint 20 éve kezdődött Győrben, most folytatódik. Ez jelenleg a világ legnagyobb motorgyára, Magyarország gazdasága számára pedig fontos a fejlődés, az új munkahelyek teremtése, mert így alakulhat ki Németország és Magyarország számára is egy kölcsönösen előnyös helyzet. Az Audi pedig jól meglátta, hogy Magyarország összeköthető a fejlesztésekkel, és ebben a mérnökképzést is támogatja, tette hozzá a budapesti nagykövet. Szijjártó Péter beszédében rámutatott, Magyarország 22 éves foglalkoztatási rekordot döntött meg tavaly, amikor 4.117.000 ember dolgozott. A cél, hogy legalább 5 millió embernek legyen munkája, és ebben az Audinak komoly szerepe lesz. Ami Győrt illeti, az Audival, az egyetemmel és a várossal dolgozunk azon, hogy Győrött létrejöjjön egy integrált felsőoktatási, ipari, oktatási központ, lehetőleg földrajzilag minél közelebb az Audi jelenlegi területéhez, annak érdekében, hogy az Audi egyedülálló fejlesztési kompetenciáját a megfelelő szakember utánpótlással itt mi táplálni tudjuk. A kormány rendkívül előrehaladott tárgyalásokat folytat ebben a tekintetben az Audival, Győr városával és a Széchenyi Egyetemmel, és nagyon reméljük, hogy hamarosan létrejöhet az az egyedülálló felsőoktatási, ipari integrált központ, mely nem csak Magyarország, hanem Európa számára is meg tudja mutatni a jövő fejlesztési irányának integrációs elképzeléseit. Győr polgármestere úgy fogalmazott, az együtt gondolkodás vezeti sikerre az Audit, Győrt, a régiót és az egész országot. Az elmúlt időszakot az jellemezte, hogy számtalan együtt gondolkodás, számtalan egyeztetés és meg kell, hogy mondjam őszintén, számtalan közös sikernek is örülhettünk, és ezúton én is szeretnék köszönetet mondani azért az együtt gondolkodásért, azért a segítő szándékért, azért a küzdelmért sok esetben, amit együtt közösen az elmúlt idestavon most már 8 éve, mióta polgármester vagyok, tettünk, és úgy gondolom, hogy sikeresen ezért a városért, ezért a régióért, ezért az országért. A bővített motorfejlesztő központ működését egy gombnyomással a meghívott vendégek indították el. Mostantól 12 fékpadon vizsgálják és fejlesztik a motorokat a 4 hengerestől a 12 hengeresig. 2016 végéig a második ütemmel folytatódik a bővítés, és ezzel a motorfejlesztő központ ismét megduplázódik majd.